Sziasztok, Sajó Krisztina vagyok, a 9C egyik tanulója, és ma beszeretném nektek mutatni ezt az iskolát. Kezdjük az igazgatónővel. Itt állunk az igazgatónőnek az ajtaja előtt, bekopogunk és felteszünk pár kérdést az iskoláról kapcsolatosan. Milyen igazgatónőnek lenni, illetve milyen nehézségekkel jár? Egy kihívás természetesen, lévén, hogy ez az iskola az én irányításom alatt alakult meg, és azóta is az én irányításom alatt működik. Elsődlegesen a diákoknak kell megfelelnünk, olyan oktatást nyújtva, amely a jövőjük építése szempontjából dobogókőnek számíthat. Másodszorban meg kell felelnünk a szülőknek, akik ránk bízzák a legdrágábbat. Harmadsorban a közösségnek, hiszen a margitai magyarság egy nagyon erős bástyájának tartom az iskolát, és negyedsorban, de természetesen nem utolsó sorban, annak a sok pedagógusnak, aki ebben az iskolában működik, egy olyan légkört kell teremtsünk, ahova szívesen jönnek dolgozni. Mit tetszik gondolni erről az intézményről és diákokról? Inkább a diákokról mondanék most vélemény. A diákok olyanok, mint amilyenek a diákok mindig is voltak. Az adott társadalmi környezet mindig azt mondja a gyerekekről, hogy nem tud megfelelni az adott kornak. Én pedig úgy gondolom, hogy ők pont az adott kornak felelnek meg, de soha nem a felnőtteknek, ugye, mert mi már más generációt jelentünk. Gyakran elhangzó mondat úgy a szülők, mint a nagyszülők szájából, hogy bezzeg az én koromban. Természetesen mindenkorban a diákok rebellisek voltak, mindenkorban a diákok lázadók voltak, és mindenkorban a diákok mások voltak, mint a szülők vagy nagyszülők. Ez pont azért van, mert ők már egy más korosztály, más korban érnek, más elvárásoknak kell megfeleljenek. Esetleg milyen újításokat szeretném még bevezetni az iskolába? Hát amin már dolgozunk, nem csak én, hanem az önkormányzat, illetve polgármester úr is, hogy a két iskolaépület között lévő üres telket telek átkerüljön az iskola fennhatósága alá, és ott egy nagyon korszerű új sportcentrumot szeretnénk létrehozni, és nem csak. Ezt követően pedig, hogy felmegyünk az emeletre. Itt megtekinthetjük az angol labort. Tanárnő épp órát tart, de megengedte, hogy kicsit zavarjuk az óráját, ezért feltennénk neki pár kérdést. Milyen fontos szerepe van ennek a labornak az iskolára nézve? Jó napot kívánok, Györgyi Andrea vagyok, az Horváth János Elméleti Liceum angol tanárnője. Hát azt tudnám mondani, hogy nagyon fontos, mert én nem tudom elképzelni az angol tanulást interaktív mód nélkül. Tehát az angolt nagyon fontos úgy hallani, mint beszélni, mint látni, mint tapasztalni. Igen. Tehát ezért nagyon fontos ez a labor, hogy itt van, és hogy fel van szerelve minden egyes fontos dologgal, ami szemszájnak ingerel. Esetleg, ha megkérdezhetem, mivel vannak felszerelve? Igen, igen. Hát elsősorban van nekünk egy ilyen, hogy interaktív nyelvtanulási rendszer, igen. Ezt, amit láthatsz itt a gyerekeken. Tehát fülhallgató, ami hozzá van kapcsolva az internethez, a projektorhoz, és ottan hallgathatnak hát mit mondjak, mindent, amit én szeretnék, vagy minden, ami a leckével kapcsolatos. Úgy itt meg tudjuk csinálni a listeninget, hallgatást, amit érettségin is kérnek. És persze itt nézhetünk egy filmet is, zenét is hallgathatunk, és bármit, amit elképzelünk és meg szeretnénk valósítani, ezt meg lehet az angol laborban. Persze angolul. Igen, természetesen. És mióta működik? Hát, mondjuk a labor az itt van már 7 éve, mióta Horváth János Elméleti Liceum elkezdte a működését, de úgy, Isten igazán, úgy mondjuk olyan 2 éve működik úgy, hogy teljesen minden működik benne, és működőképes, és a gyerekek jönnek, és tanulunk együtt itt. Jól van, köszönjük szépen, tanár. Nagyon szívesen, máskor is. Jó.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez az iskola könyvtára, ami nem olyan nagy, de nagyon sok könyv megtalálható benne. Olyan 8-10 ezer kötet van, és szerintem mindenki talál kedvére valót benne. Igyekszem arra, hogy a házi olvasmányokon kívül megtalálhatóak legyenek olyan könyvek, amilyeneket a gyerekek szeretnének, ezért van is egy listám, amire bárki felírhatja azt, hogy milyen könyvet szeretne, hogy megvásároljunk, és hogyha kapható a piacon, és van rá pénzünk, ami általában van, akkor meg is vesszük ezeket a könyveket. Itt van főleg az a rész, ahol a fiataloknak való könyvek vannak, kedvükre válogathatnak, a gyerekeknek is, és természetesen megtalálható a magyar irodalom, a világirodalomból rengeteg kötetünk van, román nyelvű könyveink, angol, és hát mindenféle szakirodalom is. Miért szerettek ide járni a könyvtárban? Hát én azért szeretek ebbe a könyvtárba járni, mert ténylegesen, hogy mindenfajta könyv megtalálható, mindenkinek az ízlésére, és nagyon szeretjük a könyvtáros nénit is, mert mindig mosolygós, mindig segítőkész, és nagyon jól végzi a munkáját szerintem. Gyakran szoktál ide járni, esetleg olvasgatni, vagy kikapcsolódni? Igen, mert nagyon szeretek eljönni a nagy zsivajból ide a nyugiba, mert sokszor jól esik egy kicsit kikapcsolódni itt, akár a nagy szünetben, akár a rövid szünetekben, és igen, nagyon jó könyvek találhatók itt, szóval megéri ide eljönni és olvasgatni egy kicsit. Gyakran szoktál ide járni? Igen, eléggé gyakran. Köszönjük szépen! Én nagyon szeretek ebbe a könyvtárba járni először is azért, mert rengetegféle könyvet megtalálunk itt, és ez a legnyugodtabb része az egész iskolának. Nagyon szeretem Márai Sándor könyveit, főleg a novelláit. Legutóbb olvastam az Igazit, ez egy fantasztikus regény. Valamint angol nyelvű könyveket is lehet találni ebben a könyvtárban. Például legutóbb az ismert John Green-től olvastam Looking for Alaska című regényét, amit ajánlok mindenkinek. Valamint ezt a könyvtárat is, mert a könyvtáros néni is egy nagyon kedves néni, és hát maga ez a könyvtár is egy szuper hely. Én azért szeretek ebbe a könyvtárba járni, mert mindenféle kategória megtalálható, hogyha például régi irodalmat szeretnék olvasni, akkor simán levehetek a polcról egy Kosztolányi novellát, vagy akármi mást, de ugyanúgy kortárs irodalomból is tudok olvasni, ugyanis rengeteg regény van, sorozat, mai költők által írt versek, és én ezeket nagyon szeretem olvasni. Itt vagyunk a fizika, illetve kémia labor előtt, és most megkérjük Rend Erzsébet tanárnőt, hogy meséljen el egy pár dolgot, illetve bemutatjuk a fizika labort és a kémia labort. Rend Erzsébet vagyok, a Margitai Horváth János Elméleti Liceum fizika tanára. 30 éve kerültem Margitára, 23 évig a vegyes iskolában tanítottam, és amint létrejött a Horváth János Elméleti Liceum 2011 őszén, azóta itt tanítok ebben az iskolában általános iskolai osztályokat és liceumi osztályokat is. A fizika laboratóriumban vagyunk, amely elmondhatom, hogy egy nagyon jól felszerelt laboratórium, azon kívül, hogy tágas és világos, kényelmes. Együtt vagyunk a kémia tantárgyal, mivel hogy nincs külön fizika és külön kémia laboratóriumunk, hanem egy közös van. A laboratóriumunk a Wigner Hevesi nevet viseli. Két Nobel-díjas tudósunkról neveztük el, Wigner Jenőről és Hevesiről, akik Nobel-díjat kaptak. Az egyik dolog, amiről beszélni szeretnék, a diákjainknak, a tehetséges diákjainknak az eredménye. Nagyon sok versenyen részt veszünk, és mindenhonnan
eredményekkel, oklevelekkel, díjakkal térünk haza, de ezt elmondhatják a többi tantárgyat tanító kollégák is. Több száz eredményről számolhatunk be minden év végén. És ha majd megmutathatom a felszerelést, mondjuk, hogy amikor még jöztök, akkor majd megmutatom, hogy milyen berendezések vannak, amelyekkel minden kísérletet el tudunk végezni. Amikor létrejött az iskola, akkor az ottani laboratórium, az már egy jól felszerelt laboratórium volt, onnan elhoztuk az egy részét a berendezéseknek, a kísérleti készülékeknek, de minden évben az iskola vezetőségének köszönhetően bővítjük a szertárunkat. Vetítőgépünk van, iskola másként héten gyakran használjuk, különböző kísérleteket tudunk kivetíteni, vagy elvégezni. Főleg általános iskolai fizikára vonatkozik ez, mert a liceumi fizikában, fizika tanításában kevesebb kísérletet tudunk bemutatni, eleve kevesebbet tartalmaz a program. És most megkérdezzük Zatosil Balai Zsuzsa, történelem tanárnőt, hogy mit gondol erről az intézményről, illetve milyen előnyeit látja az önálló magyar iskolának. Sziasztok, szeretettel köszöntelek minden mostani és leendő diákot az iskolánkban. A legnagyobb előnye ennek a magyar iskolának, az önálló magyar oktatásnak itt Margitán, én úgy gondolom, hogy az, hogy ebben az intézményben a diákok kezdeményezőek, bátrak és megmerik valósítani önmagukat, amire korábban nem nagyon volt példa. És annak is örülök, hogy nagyon sok órán kívüli, iskolán kívüli tevékenységben részt vesznek. Így ilyen az önkéntesség, ilyen a mások segítése, az elesettek, szegények, hátrányos helyzetűek felkarolása és segítése, akár tanulásban is. Versenyekre, kirándulásokra járnak, kezdeményezőek, és a másik dolog, amit nagyra értékelek, hogy van egy folyamatos párbeszéd a tanárok és a diákok között. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük! Itt vagyunk a biológia labor előtt, és most megkérjük Balla Sándor tanár úrt, hogy meséljen el egy pár dolgot a BIOS laborról, illetve körbe mutatjuk. Balla Sándor vagyok, a Horváth János Elméleti Liceum biológia szakos tanára. 19 éve tanítok liceumi szinten, és ezzel a felvétel kapcsolatban azt a megbízatást kaptam, hogy röviden foglaljam össze véleményemet az iskoláról, és a saját szakterületem hozzájárulását mindehhez, illetve oktatási minőségünkhöz. Intézményünk gyakorlatilag 2011 óta létezik. A elméleti képzési vonalon tevékenykedünk, három liceumi szakosztállyal, a filológia, vagyis humán szak, a matematika informatika szak és a biológia kémia szakok indulnak nálunk minden évben. Ide nyerhetnek felvételt azok, akik adott teljesítmény szintről bizonyságot tesznek a 8. osztályos képességvizsga után. Iskolánk alapvetően a magyar kisebbséghez tartozó gyerekek oktatását folytatja, és érettségivel záruló középiskolai tanulmányaink befejeztével a diákjaink bármilyen továbbképzésen, felsőoktatási intézményben, főiskolákon, egyetemeken felvételt nyerhetnek teljesítményük függvényében. Jelenleg én most a biológia laborban adom ezt a rövid kis nyilatkozatot. Ez az a környezet, az a millió, amivel a természettudományi vonal hozzájárul, illetve a minőségi alapokat adja ahhoz a képzéshez, amit a Horváth János Elméleti Liceumnak ez a szakosztálya képvisel. Tisztelettel várunk minden érdeklődő diákot, és bátorítunk arra, hogy minket válasszon, ugyanis ez a környék feltehetően minőségileg legszínvonalasabb oktatási intézménye. Nyilván elfogultan mondom ezt kicsit, de azért objektívnak is számít a vélemény, hogyha összehasonlítjuk mindazzal, ami körülvesz bennünket egyéb lehetőségekkel.
tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük!